A Mohácsi Német Nemzetiségi Tanösvény első három állomásán megtudhattuk, hogy az első telepesek között érkezett ide Wilhelm Lenger, hogy a hajómalmok közül 120 éve 27 működött a Duna városi szakaszán, hogy kenyér helyett tésztát ettek a halas ételekhez is, aztán így vált hagyománnyá Mohácson a halászlé fogyasztása gyufatésztával, és hogy az utolsó hajómolnár Herger Röder János 1952-ig őrölte itt a gabonát. A tematikus sétaút negyedik állomását a város főterén helyezte el a Mohácsi Német Önkormányzat. A tábla főszereplője Martinelli Jenő három leány szobra, ami a város és az ország három meghatározó nemzetiségének barátságát hivatott megszemélyesíteni. A magyar, a német és a sokac népviseletbe öltöztetett lányok ennek a barátságnak a képviselői. Ez a szobor azt szeretné példázni, hogy Mohácson sok nemzetiség már évszázadok óta tulajdonképpen békében él egymással, egymás mellett. A szobor névadója, Schrempf Terézia, aki 1930-as évek elején apjával, nagynyarádi származású családról beszélünk, apjával Mohácson járt, és akkor tervezték ennek a szobornak a felállítását. Gyönyörű népviseletében mindjárt szemet szúrt a modellt kereső embereknek, és így ő lett ennek a Martinelli Jenő szobornak a sváb modellje. A család nagynyarádi származású, Schrempf néven született Terézia, de ahogyan akkoriban a 30-as években jellemző volt, magyarosította a család a nevét, és így Sikrai Terézia lett. Ez a magyarosítási folyamat itt a városban az asszimilációval a 30-as években nagyon jellemző volt, tehát sok neves ügyvéd, például a Mohácson nagyon neves Ete János is tulajdonképpen Johannes Endrőnek látta meg a napvilágot, tehát többen magyarosították a nevüket. Hogyha megnéznénk a Mohácson élő nemzetiségeket, akkor megállapíthatnánk, hogy a 1700-as évek elején először a szerbek jelentek meg itt a városban, 1730 körül a horvátok, és az 1760-as években a svábok. A Deák téren lévő ötödik állomás az egykori híres zenetanárnak, Gász Mihálynak állít emléket. Gász Mihály Mohácson, valamint számos környékbeli településen oktatott fúvós hangszeren és harmonikán tanuló gyerekeket. A Mohácsi Német Önkormányzat a zenetanár születésének századik évfordulójára 2024-re nagyszabású harmonika versennyel készül. Tevékenysége során összegyűjtötte azokat a sváb dallamokat, amelyek az 50-60-as években még nagyon autentikus körülmények között itt voltak a városban és a környékén, illetve zenekara, a gázzenekara az 50-60-as években elválaszthatatlan része volt a különféle lakodalmaknak és svábbáloknak. Fúvós zenekaroknak vezetője is volt, többek között a Vémindi fúvós zenekarnak vezetője volt több mint 10 éven keresztül. A tábla információt ad arról is, hogy hogyan is éltek a zenészek az 50-es évekig, 60-as évekig. Általában minden zenész több hangszeren is játszott. Elsősorban a lakodalmakban a fúvós hangszerekkel indították a zenélést, aztán éjfél környékén, amikor már belefáradtak a zenészek a fúvós hangszereknek a használatába, akkor előkerültek a vonós hangszerek is. Egyébként a Magyarországra érkező németek hangszerei elsősorban első időkben a vonós hangszerek voltak, tehát a hegedű, a mély hegedű vagy a brácsa, és a fafúvósok, illetve a részfúvós hangszerek, amelyek nagyon drága hangszereknek számítottak, azok csak inkább később jelentek meg a 19. század végén, illetve a 20. század elején. A tematikus sétaút hatodik állomásán megtudhatjuk, hogy a pécsi püspök birtokába tartozó Mohácsi uradalomba elsőként Klimó püspök 38 német családot telepített be. Az első mohácsi német telepesek a Bécs-Belgrád közötti postaút mentén kaptak helyet. Ez a település közigazgatásilag ekkor még nem tartozott Mohács mezővároshoz, hanem a Ferences kolostorral együtt Új Mohács néven önálló község volt. Az ide települő németek, tehát nem németeknek akkoriban az 1770-es évektől nem volt még közvetlen kapcsolata a városban élőkkel, hiszen egy vadaspark, egy ilyen eléggé lápos terület választotta el őket a város belső területeitől. Ezért érthető, hogy az ide települő gyerekek sem nagyon tudtak eljutni a város iskoláiba, ezért kimondott az itt élő kérésére
itt egy német iskolát építettek, egy nagyon kis, egy tantermes iskolára kell gondolnunk, amelynek neves tanára és sokáig igazgatója Böhm Ignác volt. Az ő feljegyzéseiből tudhatjuk, hogy az itt ide járó gyerekek közül milyen nemzetiségi származásúak voltak, például 1857-ben 53 német, 22 magyar és 7 sokáig tanulója volt az iskolának. Természetesen itt is a nemzetiség arányok később is változtak, illetve asszimilálódtak a családok is. Miután az ide települő németek egy postaút mellett éltek, nagyon gyorsan feladták a mezőgazdaságot, amelyel valószínűleg foglalkoztak, és felhasználták azt a lehetőséget, amit egy postaút ad. Sokan közlekednek a postaúton, inkább kereskedelemmel, bor és gabona kereskedelemmel foglalkoztak, egyre inkább, illetve tudomásunk van arról, hogy a városban 5 neves vendéglő is működött, hiszen felhasználták azt, hogy itt sokan közlekednek, és inkább a vendéglátással foglalkoztak az itt élő németek. A Mohácsi Németség központja a közelmúltban átadott nemzetiségi tanösvény utolsó állomása is egyben. Itt megtudhatjuk, hogy a Kossuth Lajos utca mögötti részt Kis-Berlinnek nevezik még ma is sokan, miután az 1960-as években a környező településekről nagy létszámban érkeztek ide német nemzetiségű családok, akik számára 20 utcában 400 telket biztosítottak. Ezek a legkülönféle településekről, tehát akár Nagynyárádról, Majsról, Somberekről ide betelepülők, gyökereik jelentős részét azonban otthon hagyták a falvakban, és így a szocializmus éveiben már nem tudott kialakulni egy egységes német vagy mohácsi viselet sem, meg nyelvjárás sem, ezért a Mohácson élő nyelvjárások és viseletek azok a környékbeli falvakban élőknek a tradícióinak, hagyományainak, viseletének és dialektusának egy ilyen szintézisének tekinthető. Az itt élők elég gyorsan akkor azért polgárosodtak, asszimilálódtak, és megpróbáltak alkalmazkodni a városi élethez. Az állomásunk főhőse, vagyis hát személyisége Fét József, aki szintén ezt az előbb említett életutat járta be, és beköltözött a családjával a városba, hogy itt új megélhetést találhasson. Látjuk a képen már, hogy a nagymama még őrizte a viseletét egészen, amíg élt, viszont a fiatalabb generációk már elhagyták a viseletüket is. Még 1526 előtt Mohács lakossága kizárólag magyarokból állt, a 17. század végi, illetve az 1960-as évekbeli betelepítések következtében az akkori Magyarország talán legtarkább anyanyelvű és vallású városa jött létre. Azt szerettük volna itt bemutatni, hogy a Mohács környékén viszonylag közel elhelyezkedő falvakban milyen nagy különbségek vannak például a viseletben. Néhány viseletet, vémindi viseletet, ha megnézzük például, és megnézzük, hogy melyik képeken láthatók a fényképek, a viselet jellemzői, akkor megláthatjuk, vagy láthatjuk, hogy elég nagy eltérést mutatnak például a szoknyahosszakban, mondjuk a Nagynyáráditól, a kendők megkötésének a módjában, és ezért szeretnénk bemutatni azt, hogy a Mohács környékén élő falvakban bizony nagyon nagy eltérés mutatható viseletben is, de akár például a nyelvjárásokban is. Az összesen több mint 40 millió forintból megújult német nemzetiségi ház, régi nevén Schneiderház, az egykori Deutsche Gasse, ma Kossuth Lajos utca fontos épülete, melyben interaktív játékok segítik a tanösvény jobb megértését.